A helyhatósági választások előtti utolsó ülését tartotta meg a képviselőtestület szeptember 16-án. A gyűlésen áttekintették a város és a város alá tartozó intézmények, cégek ezévi gazdálkodását, valamint telekügyekben, bérleti szerződések ügyében is döntöttek. A képviselői interpelláció keretében Vitkó Andrea azt javasolta, hogy a Zrínyi és a Bocskai utcák találkozásánál létesüljön egy gyalogos átkelőhely a forgalom sűrűsége és veszélyessége miatt. A képviselő arra is rákérdezett, hogy mit tesz a város a vadasban elszaporodott rókák ellen, mert a rókák már a Sport utcában is megjelentek. Valamint afelől is érdeklődött, hogy mikor nyílik meg a volt körzeti hivatal új ügyfélközpontja. Vitkó szerint, bár áthelyezték a központi temető előtti parkolót, ezt 17 hellyel helyezték odább, nem igazán könnyítették meg viszont a temető megközelíthetőségét. Prvá vec je tá, ktorú som už dvakrát interpelovala a stalo sa premiestnenie parkovacieho miesta pre telesne postihnutých. To, čo som interpelovala, že pred starým cintorínom to bolo nie celkom vhodnom mieste. Preložilo sa to, mojou snahou bolo to preložiť aspoň o pár miest, tam, kde je širší chodník, preložilo sa to o 17 miest, aby sme vedeli. Čiže ja si myslím, že sa neulahčilo pre týchto občanov nejaký ten vchod do cintorína alebo k centru mesta, ale skôr sa to sťažilo, čiže aby sme vedeli, že áno, preložilo sa to až o 17 miest. Toto len tak informatívne. Ďalšia vec je, čo sa týka prechodu cez cestu, ma viackrát už oslovili aj tí obyvateľia, ktorí žijú na terasách alebo blízkosti vlastne tzv. Novej vily. Tam cez, na rohu ulice Zrínyiho a Bočkajho je pripravený ako keby chodník na prechod na cestu, ale tam nikde žiadny prechod cez cestu nie je. A je tam dosť hustá vlastne premávka, aj pešia premávka, aj samozrejme cestná premávka, či by sa v budúcnosti tam nemohol nejaký ten prechod naplánovať alebo vlastne tam urobiť ten prechod. To je druhá vec. No a tretia vec je, takisto už aj počas leta som bola upozornená, alebo som bola informovaná o tom, že na území Vadaša sa objavujú líšky. A tieto líšky už prechádzajú do mesta, už sú aj na Športovej ulici, na sídlisku Športova a takisto už aj v centre mesta sú líšky. A nie jedna, ale už aj proste taká kúpa líšok. Čiže tu by som chcela upozorniť aj príslušných, neviem, či mestských policajtov, alebo či by ste upozornili na odpýtanie, lebo je to nebezpečná zver, ktorá sa objavuje aj večer, alebo keď je už tmá v noci a je to nebezpečná zver. Je to nebezpečná zver. To je tretia vec a štvrtá vec, vlastne pán primátor, by som chcela informatívne, keby ste nám niečo vedeli povedať o tom kontaktnom administratívnom mieste, v akom štádiu je vybavené tieto záležitosti. Naposledy sme hovorili o nejakom októbri, novembri, či to bude schodné alebo nie, keby ste nám povedali informácie. Ďakujem pekne. Dobre, začneme tým prechodom blízkeho. Poprosím, aby ste sa spojila s pánom inžinierom Šafránkom. Dohodla, ukázala to miesto a dohodla, myslím si, že tam by nemal byť problém. Čo sa týka líšok, samozrejme vieme o tomto probléme, vzhľadom k tomu, že bola turistická sezóna, boli dosť obmedzené možnosti. Vadaš ako taký objednal, alebo tak áno, objednal u polovníkov likvidáciu týchto líšok. Podľa mojich informácií 9 líšok už bolo zastrelených polovníkmi. Teraz ja končí, ale to boli všetko mimo. Takže v areáli, pokiaľ sú tam ľudia, tak asi nie je možné nejak strieľať po líškach. Objednali teraz nejaké pasce a keď sa vyprázdni areál, tak títo polovníci pôjdu aj do areálu a pokúsia sa ich vylikvidovať. No, prepáčte, už je to aj v meste, čiže už je to na Športovej. Včera by to bolo tak, na Športovej. Ale podľa mňa oni chodia niekde odtiaľ. No určite, lebo keď na Vadaši nebude z čoho jesť, tak už prejdú potom do mesta. V meste však ovšem vyhrať samozrejme sa nemôžu, takže objednávajú sa nejaké pasce, vyrábajú sa nejaké pasce pre nich. Je to problematické, ale polovníci tvrdia, že sú premožené tieto líšky, nie len tu, ale vo všeobecnosti. Robíme v rámci možností, samozrejme, aby sa tieto líšky odchytili, respektíve zlikvidovali.
Samozrejme je potrebné dodržiavať aj iné predpisy bezpečnosti a podobne. Za to treba dbať aj na to, aby pri kontejneroch zbytočne neboli odpady vyložené, pretože to ich zase láka. Dokonca niektorí tvrdia, že aj v rámci areálu ich krmili niektorí turisti. Takže niektorí sa snažili, niektorí ich krmia údajne, takže snažíme sa teda vyriešiť túto otázku v rámci možnosti. Čo sa týka KAMA, posledná informácia je, že 13. októbra by sa to malo otvárať. Stavebné úpravy sú už, teda finišujú, teraz by mali už pomaly priniesť alebo zabezpečiť nábytok do týchto kancelárií. A posledná informácia, práve dneska mi pán riaditeľ Sóra hovoril, že 13.10. by sa mal otvoriť kancelárie KAMA v administratívnom centre. Csepregi Zoltán képviselő interpellációjában kifejtette, hogy bár a Kertész utca forgalmi rendje a közlekedési táblákon is helyesen van feltüntetve, az új poliklinika miatti forgalomban többször előfordul, főleg reggelenként, hogy noha egyirányú utcáról van szó, ellenirányból hajtanak be és parkolnak le az autók. Köszönöm. Két lényegi dologra szeretnék interpellálni. Az első az lényegében a Kertész utcát, mi úgy hívjuk, hogy Zárványiszkát. Ott ugye a forgalmi rend adott. A megkeresésre elmentem, megjegyződtem saját szemeimmel megjegyződtem az adott helyzetről. Érdekes módon a forgalmi rend jelzőtáblákkal helyesen van kijelölve. A probléma szerintem talán ott keletkezhetett és keletkezhetett, illetve ez lesz a kérdésem is a kormányzó irányával, hogy ott ugye kiépült ez az úgynevezett kis poliklinika, kicsit az út szélén, azzal a parkolóval. Most ugye ismerjük az autósok lelki állapotát, meg a, hogy mondjam, a legrövidebb úthoz való kapaszkodását. Egyirányú utca kotva felől, befele az egész, viszont annak ellenére, hogy tényleg helyesen van kijelölve, minden tábla a helyén is van ráadásul, sajnos több esetben, főleg a reggeli órákban jellemző, hogy ezt az utcát az ellenkező irányból lehajtanak, és ezt az utcát átszerve állnak be a parkolóra, az ott oda parkoló autók. Ezt szeretném megkérdezni, hogy mivel a jelzések helyesek, van-e valamilyen lehetősége a városnak, mert is kell a városi rendőrségnek odaadni arra, hogy már pedig a forgalmi rend az adott térségbe igenis legyen betartva. Most ezt úgy gondolod, hogy a pályán felől jönnek? Magyarul így van, tehát a garázsok felől, ugye az a legrövidebb út, gyorsan fölállnak, tehát szembe mennek egy utcába. A probléma viszont csak ott keletkezik, hogy ez a Kertész utca az ugye megy még tovább. Tehát ma azon sem lenne szabad, hogy keresztül jöjjön. Tehát nem igazán tudom, hogy honnan jönnek az autók. Elméletileg onnan fordulhat elő, hogy innen a Sportovák felől elkanyarodik jobbra, holott ott meg ott van a kijelölt haladás irány balra, ez meg a parkoló meg jobbra, hát Istenem, van ilyen. Tudom, hogy ez háklis téma, de... Nem háklis, nem miért lenne háklis, csak a probléma az, hogy a táblák normális embereknek vannak kitéve, és a normális ember a táblák szerint megy. Aki nem? Jó. Jó. Mindegy. Följegyezzük, kiküldjük, ki fogjuk küldeni bizonyos időszakokban a rendőrségbe, azt mondod, hogy a reggeli órákban, akkor a reggeli órákban. Kisebb vita alakult ki az új hulladékgyűjtő szigetek további építése kapcsán. József Szlabák képviselő például az olcsóbb, alternatív változatot preferálta, de többen úgy reagáltak erre, hogy bár az ECR-ra rendelkezésre álló pénzügyi keretet, 30 ezer eurót gazdaságosabban kell felhasználni, a javasolt alternatív megoldás esztétikailag sem megfelelő, épp ezért ellenezték, hogy úgynevezett oroszlánketreceket alakítsanak ki hulladékgyűjtőnek. Maradt tehát az eredeti változat.
Komisija lista bi doporučuje, znači imamo da ste podijelati u stvari znači koncepcije razmestnjenja zbirnih kroz pročekov na otpadi, a zároveň doporučuje realizaciju povodne od tipu pročeka kroz 2013 bez zastrešenja. Pripadne vljaše finančne naruke na realizaciju doporučuje riješiti upravo na stjelom stručku. To znamená, že my doporučujeme stvari ten povodni tip i kroz pročekov. Ďakujem. Može? Prosím. Ja osobne myslím, že naopak toto je zlad a myslím, že aj celá konstrukcia, prevedenie a tak ďalej je trvácivejšie a je to praktickejšie. Za prvé je to aj za vrchu, je to zakryté a za druhé má za to, že to nebude 8 tisíc neviem koľko dolárov, či eur, či čo to máme, ale že to bude niečo podstatne nižšie. Pretože podobne niečo, podobne, ale takmer úplne isté, ale za to, že ten vrch potom nebol, možno niečo to videli, niektorý deň pred dňami to ukazovali v Tatrách, urobili za 4600 eur a skrátka je to také niečo, čo vydrží aj toho medvedia. Tak si myslím, že... Peťa, máme len líšti, takže... Peťa, máme len líšti. Ja rozumiem. Medvedia ešte takže nie. Takže líšti, to hovorí, že to by hovorila aj medvedia. No a ja by som ale apeloval na to, teda či už to bude tak, alebo len tak, aby v prípade teda, že sa tu schváli niečo, takže sa vypíše tender, respektíve pošlú sa nejaké tie zdány, ktoré prípadne minulé boli a tak ďalej, ale že sa to nevypíše 5-6 dní pred uzávierkou, ale že sa to vypíše a bude aspoň mesiac na to, aby sa prihlásil niekto. Pán poslanec, sú zákonom stanovené lehoty, ktoré treba dodržať. No ja chápem, ale 5 dní predtým, a v tom ešte bola sobota a nedeľa. To predsa nie je. Ja neviem, či to bola sobota a nedeľa. No bolo v tom aj sobota a nedeľa. Či to bolo 5 dní, zákon stanoví minimálne lehoty, ktoré treba dodržať, keď sa dodržujú. Áno, čiže by sme mohli ale zvýšiť tie lehoty, pretože možno to trošku potrošil, aby bola možnosť. Veď jeden jediný bol vlastne, ktorý sa prihlásil. Jeden jediný. Neviem, že prečo za druhý neprihlásili a tak ďalej, to už zase iná záležitosť, ale umožníme ľuďom to, ktorí chcú podnikať, že by prišli a povedali si, tak keď bude mať povedzme 2 týždne na to, je niečo iného, ako keď je 2-5 dní. Ja si to myslím aspoň. Čiže snažme sa o to, aby skrátka sa dozvedeli, respektive uvažovali viacej títo ľudia, ani podajú s tým svojom návrhom. Prečo, to neznamená, že myslím, že 30 tisíc je tam dať na tento rok, tak sa mi zdá, že na 3, tak na 4 sa nepamätám. To ale neznamená, že treba vyčerpať 30 tisíc. To znamená len toľko, že 4 treba takéto urobiť, alebo hen také, tam také, to už jedna, to slávime. Ale teda to vôbec to není. Samozrejme, že ten prvý dostane, tak to bude 31 a 4, no, tak spravíme to takto, to spravíme, taký bude rozpočet. On nevie, že koľko sa prihlásilo. No on nevie to, ja to chápem, ale predsa to nejde o to, aby sa umožnilo to, že je tu 30 tisíc, ale to neznamená, že ich treba vyčerpať. Lebo minule to bolo presne tak. Pán poslanec, nikoho nútiť nemôže, že to zúčastní súťaže. Zoberte si verejné osvetlenie, 14 zobrali, myslím, 10, 14 zobrali súťažné podklady. 14. Vyhral jeden. Prihlásil sa jeden. Áno, áno. Ja, prihlásil sa jeden. Do 14. Áno. Dobre. Tak ja sa na to všetko. Bola lehota, bolo všetko na to. Nepočul. Môžem povedať ďalší príklad. Lehota, mesiac, prihlásil sa jeden alebo maximálne dvaja. Áno, to už sa tak robí. Nie, to už sa tak robí, pán poslanec. Treba si uvedomiť. Ja nikoho nechcem hnutiť, ale hovorím, že dajme tam viac než tých 5 pracovných dní. Dajme tam aspoň 10 dní. Nebudem sa s vami hádať, pán poslanec, ale nezdá sa mi, že tam bolo 5 pracovných dní. Verte tomu, že áno. Škoda, že to nemá. 20 eur, stavíme sa. Poďme sa tam. Stavíme sa. Že 5, kde bolo viac? 20 eur, pán poslanec. Môže byť 20 eur. Že tá lehota bola väčšia. Prosím.
Ja hovorím o pracovných. O pracovných hovorím. O pracovných. Pripravte podklady a ideme na to potom pozrieť. Marce, že? Dobre, prosím. Paradox módon mintét előttem szólóval részben egyetértek. Azt szeretnék, hogy ehhez, amit megkapunk, ehhez van már rá ajánlat? Nincs. Jó. Részben támogatom Karakár képviselőtársam javaslatát, mert nekem ez, amit itt megkaptunk színesben, az úgy néz ki, valami oroszlán kezdesz, nem tudom, hogy szükség van egy ilyen jellegű kalitkákra a városban, akkor azt fogja mindenki gondolni, hogy ez a város tele van mindenféle sötét emberekkel, csak rabolni és lopni akarnak. Szerintem ez túldimenzált, tehát mondják meg ezt a szakemberek. Az a másik, ami már meg van építve, az sokkal szimpatikusabbnak és esztetikusabbnak tűnik. Viszont a szlovák elnök úrral meg egyetértek abban, hogy a források gazdaságosabb felhasználására nem ártana törekedni. Jó. Még valaki? Kiváltam a sor. Szóval azt azért tudni kell mindenkinek, ezt azoknak mondom, akik nem látták, hogy mi ezt az anyagot most azt elkaptuk. Azt hittem, hogy a rosszban kiráz, mikor meglátta. Tehát én nem tudom ki, hogyan van bele, mivel én voltam az egyike azoknak, aki mondta, hogy ne legyen fedve. Tehát mindenre gondoltam, de tényleg ilyen oroszlán kedvencre nem. Tehát én azt mondom, hogy ha ez volt a, tehát csak így lehet megoldani. És itt szeretnék appellálni a szlovák képviselő úrnak is, hogy itt aztán nagyon gyorsan be tud kapcsolódni helyi vállalkozó ennek a megépítésére, mert lényegében van egy egésztő pálcája, összedobja aztán, vagy működik, vagy nem. De megmondom őszintén, ilyet én a teraszok kettő lakótelepre ki nem mernék tenni. Tehát én akkor inkább azt mondom, hogy felejtse el mindenki azt, hogy be legyen fedve, akkor ott is meg a fene, ha két-három zsákkal bedobnak szemetet, de akkor valahogy legalább kinézve. Tehát ezt én azt mondom, hogy nagyon gyorsan jegeljük, felejtsük el, és újra a szabák mérnök úrnak szeretnék reagálni, hogy itt most mi már azért tessék megnézni, hogy 2014. szeptemberét írjuk. Háromnegyed éve tárgyalgatunk, ilyet kérünk, olyat kérünk, ilyen kimutatást kérünk, ilyen látványtervet, amolyat. Utána még versenyeztetni is akarjuk, ahol törvényi föltételek vannak. Aztán csak meg szeretném kérdezni, hogy ebben az évben vajon hány napot hagyunk arra, hogy ez ki is legyen építve és üzembe legyen helyezve. Miért nem lehet valami tényleg az üzembe helyezés legyen a prioritás, ne pedig a mindenféle katyvasz, odéptolás, idéptolás, elodázása a dolgoknak. Tehát én azt mondom, ha ez a gond, és ez miatt csak így lehet megcsinálni, akkor felejtsük el azt a befedést, akkor legyen tető nélkül, üsse part, de egy, valahogy azért kinézzen, lehetőleg ne ketrecnek, hanem valami tényleg illedelmes helynek. És lehetőség szerint, ha a jó ég is úgy adná, hogy még ebben az évben akkor valósuljon is, meg nem beszélve arról, hogy azért, mert ez évi költségvetésünkbe számolunk ezzel. A jövő évben föltételezem az új testület egy következő etappal számol, majd egy következő városrésznek a személygyűjtő szigetecskének a kiépítésére. Köszönjük szépen. De akkor javaslat? Javaslat, felejtsük el a hagyoslás. Hogy mondjam, mondom, ne. Akkor ne legyen befedve és maradjon valami esztétikus dolog, ami nem. Azt javaslom, köszönöm, hogy mondjam. Lényegében az, amit a bizottság. Gondolsz, azt, amit én javasoltam, azt hogy javasoltam. De a testület nem fogadja el ezt az alternatívát. Ha ez az alternatíva, akkor én azt javaslom, akkor én azt mondom, hogy inkább lesz. Kérem. Kérem, nem bőkönyvbe a képviselő. Igen? Ja by som chcel povedať, že takisto by som sa skôr
skôr prikláňala k tomu pôvodnému typu, ale zase na druhej strane s pánom poslancom Slabákom súhlasím, že teda snáď by boli nejaké finančné rezervy, aby to mohlo byť vlastnejšie. Technické možnosti možno, že dovolia, aby tie kamenné steny boli užšie, napríklad. Len toľko som chcela teda. Ďakujem. A testület megszavazta azokat a városi pénzügyi támogatásokat is, amelyeket a Párkány területén működő szervezetek nyújtottak be augusztus 31-éig. Szigeti László képviselő javaslatára az esztergomi borlovagrend is kapott 200 eurót, mivel a borlovagrendnek több Párkányi és Párkány környéki tagja is van, és többször szerepelnek és vesznek részt Párkányi kulturális rendezvényeken is. Az önkormányzat tudomásul vette a város és város alá tartozó intézmények ezévi gazdálkodásáról szóló időközi jelentést, a 2013-as évről szóló jelentést és a városi rendőrség féléves tevékenységéről szóló összefoglaló jelentést is. Az önkormányzat tudomásul vette az Enerbit Kft. Pénzügyi ellenőrzéséről szóló jelentést is. A testület megszavazta, hogy városi területet ajándékozási szerződéssel bocsássanak a Párkányi Ipari Park részvénytársaság rendelkezésére. Ugyanakkor az önkormányzat elutasította a Párkányi Múzeum bérleti díj csökkentésre és a csapadékvízdíj visszatérítésére vonatkozó kérvényét, azzal, hogy évvégén, ha a múzeum ezt kéri, akkor újra tárgyalhatnak a bérleti díj további csökkentéséről. A képviselőtestület jóvá hagyta, hogy a város az Enerbit további fejlesztései céljára területet vásároljon Nyitra megyétől. Ezzel kapcsolatban Szigeti László képviselő furcsállotta, hogy Jánó Rövec polgármestert miért nem tájékoztatta hamarabb a képviselőket egy több mint 30 ezer eurós adásvételről, miként azt is, hogy az Enerbit miért nem a saját pénzét, illetve hitelt vesz fel erre a célra, miért a városi költségvetés rovására vesznek további területet. Oravec válaszában kifejtette, nem gondolja azt, hogy erről nem, vagy csak későn tájékoztatott, elvégre a cégek felügyelő tanácsaiban a pártok képviselői is ott vannak, továbbá az igazgatók is készségesen adnak tájékoztatást. Oravec azt is elmondta, a vételárat a város azonnal meg fogja kapni az Enerbittől, ráadásul, mivel a megye 50 ezer euróval tartozik az Enerbitnek, ezért még kompenzációra is sor kerül. Miként a Szórád György Enerbit igazgató is kifejtette, a területet valójában nem a város veszi meg, ezt a megoldást azért választották, hogy kiküszöböljék az árverés lehetőségét, és valóban csak a becslő által megszabott vételárat kelljen kifizetni. Az önkormányzat végül is jóvá hagyta az adásvételt. Tanácsülésen is jeleztem azt, hogy nekem az zene egy kicsit problémás. Éppen azért, mert ebben a indoklásban, ami másfél sor, le van ugyan írva, hogy a város az Enerbit számára akarja vásárolni ezt a ingatlan, mert az Enerbit tevékenységéhez szüksége van erre a területre. Mondjuk ettől lehetett volna valami bővebb magyarázat is, hogy miért, mert lehet, hogy többen tudják, de olyan való informált vagyok, hogy miért van szüksége az Enerbitnek erre a területre. Másrészt meg, ha jól tudom, akkor az Enerbit úgy működik, mint egy város által létrehozott Kft. Ez volt egy ilyen példa. A múltban már volt rá olyan példa az Enerbitnál is, meg a város egyéb más Kft.-jeinél, a Szerulinál, amikor ha az a szervezet bővíteni akart, vagy tervezett investíciót, akkor saját forrásból vásárolta meg azt az ingatlant, illetve volt rá már olyan eset is, amikor annak az ingatlannak, vagy a beruházásnak a jelentős részét hitellel próbálta megfedezni. Azt hiszem az Enerbit esetében is volt már ilyen anyagunk, amikor ezt így csináltuk, a Kürdő esetében is volt ilyen eset, amikor ezt így csináltuk. Tehát meg nálam az a probléma, hogy miért terheljük mi a városi kasszát 31.600 euróval, amikor a Enerbit az egy önálló gazdasági egység, amely gazdálkodik úgy, ahogy nem tudom, mert nincs bele tekintésem, hogy most pozitív eredménnyel zár, negatív eredménnyel zár. Hát nyilván ki tud termelni pozitív dolgokat is, mert anno, amikor felvette azt a hitelt, akkor ez biztosan valamilyen módon tudja törleszteni. Úgyhogy én azon a véleményem vagyok, hogy ha az Enerbitnek ilyen
tervei vannak, hát akkor az energiát biztosítsa be azt az összeget, amiért ezt az ingatlant meg lehet vásárolni. Ha meg nem tudja bebiztosítani, akkor vegyen fel hitelt, úgy, ahogy felvett a múltban is, és aztán majd fokozatosan megtéríti, visszafizeti. Hát az az én véleményem, hogy nem biztos, hogy a városi költségvetésből kéne ezt az egészet finanszírozni. Hát nem ártana, ha esetleg kapnánk valamilyen részletesebb információt azzal kapcsolatban, hogy mi az a tevékenység, amelyel szeretné a eddigi tevékenységét bővíteni. Ez az ön véleménye, vagy a bizottság véleménye? Ez én véleménye. Ez nem véleménye. Bizottságunk nem tárgyalta. Nem tárgyalta. Na, akkor elsősorban miért a város, mert a Nyitrai VUC-től fogjuk vásárolni, és mint nem, mert ez egy nyereséges, vagy ezért szerv, a városnak azt abban bízunk, hogy nem fog versenypályázatot kiírni, hanem a városnak Nalifkat személyért oda fogja állítani. Hát kettő, a pénzt minka Energitől szépen meg fogjuk kapni, és a tervet betesszük az átlagban imányéba. Tehát tulajdonképpen csak adminisztratív módon fog végbe menni ez a change. Nem beszélve arról, hogy a VUC tartozik a Energitnek 50 ezer vagy nem tudom hány ezer euróval, úgyhogy ott még kompenzáció lehetősége is meg lesz. Ez a magyarázat. Ami a terveket illeti, lassan le fognak járni a kazánok ideje, és nagyon sokat kell beszélnek most az alternatív fűtő lehetőségekről, és ahhoz, hogy bővüljön ez a centrálni tépenvíztroj, ahhoz terület kell, és ott már, ha valaki jártott egyszer legalább, vagy kétszer, akkor látja, hogy ez a lekerített telek, az a tele van építve, építő házba, budovi, kominni, mit tudom én, de ott már új, valami újjal számolni jönnek. Ezért kell ez a telek, és úgy látjuk, hogy mivel itt van ez a kompenzációs lehetőség, és bízunk benne, hogy így fogjuk megkapni. Tessék! Jó, polgármester, tisztában vagyok azzal, hogy egy szerencsétlen bírósági döntés értelmében annó valamikor néhány évvel ezelőtt az ilyen esetekben gyakorlatilag kinullázták a képviselő testületet, mert ön a közgyűlés, a polgármester a közgyűlés ilyen esetekben. De azért én úgy gondolom, hogy valamiféle információt, a tájékoztatást azért a képviselőknek nem ártana nyújtani, esetleg azzal kapcsolatban tudomásul veszik azt, hogy ez a helyzet, bővíteni kell, vásárolni kell területet, mert a fűtéssel kapcsolatban ilyen és ilyen problémák adódhatnak. Én nem emlékszem arra, hogy valami ilyen jellegű anyagot tárgyaltunk volna, akár tudomásul vételre, vagy tájékoztatásra, egy információs anyag, mert ez rendben van, hogy így most tájékoztatott bennünket, de hát azért gondolom, nem 20 filléres dologról van szó, szóval maga a telek is 31 ezer euróba kerül, aztán a beruházás is még egy jó nagy csomag, ami ha majd elindul, meg megvalósul, akkor valószínűleg megint hitelt kell fölvenni, meg rendben van, hogy ez az ingatlan az majd a városé lesz. A végső soron minden egyes város által létrehozott SZLO Kft-nek az ingatlanja, az végelszámolásban valahol a városnál van, a városé egyértelműen. Úgyhogy én ezért találom ezt az egészet furcsának, és én még mindig azt a véleményem, azon a véleményem vagyok, és az a kifogás, hogy mert a megye meg kiírja a versenypályázatot, hát az imént említett, hogy mennyi ingatlan meg épületre még a drasban, mi az magyarul? Árverés alkalmával sincs érdeklődés. Miért gondoljuk, hogy éppen pont erre az ingatlanra lesz majd 16 érdeklődés? Bízunk, hogy önök, mint megyei képviselők meg fogják támogatni ezt a mi kérvényünket, és nem fogják árverést megdobni, hanem simán biztosan meg fogjuk támogatni. Ez egyik dolog. A másik dolog, hogy önök mit tudnak, vagy mit nem tudnak. Én úgy tudom, hogy minden politikai párt delegál a Dozorna Radába megfelelő számú képviselőt, aki szerintem nem azért van ott, hogy csak a saját véleményét mondja el, hanem egyrészt tájékoztassa azokat, akik őket oda nevezték. Tehát itt bizonyos, ha információs hiányt éreznek a pártok, akkor egyértelműen a saját embereikhez kell fordulni, és tőlükről elsősorban információt kérni.
Másodrészt, ha valaki úgy gondolja, hogy ez a szisztéma nem működik, nagyon szívesen látjuk a igazgató úrral, vagy igazgató úr maga, és tájékoztatja majd önöket, hogy mik azok az elképzelések, amelyeket az Enerbit-ben szeretnénk csinálni. Ami a bírósági döntést illeti, hogy én vagyok a valami szomány, az nem szerencsétlen, az egy törvényes. És a szerencsétlen az volt, ahogy addig működött az egész, és meg is volt a látszatja. A harmadik dolog, amit szeretnék mondani, hogy tudomásom szerint azért a Enerbit is, meg a Vadas is, a évzárói nyilvánosság, tehát rajta vannak a webben, sőt, ha jól tudom, ők is beszámolókat szoktak tartani. Tehát az, aki információt szeretne, millió egy lehetősége van ahhoz, hogy információhoz jusson, és mi nem tudjuk, hogy ki mennyi információt igényel, tehát így kell megoldani ezeket a dolgokat. Természetesen én az önnek nézetét akceptálom, én elmondtam az én nézetemet. Elmondhatod én is? Tessék! Köszönöm szépen, nézett polgármester, hogy az ön véleménye ezt öntől nem lehet el senki, de azért már engedtessék meg nekem, hogy egy kicsit kritikusan szóljak azzal a kapcsolatban, hogy ön, mint a város első embere, nem tudok, nehezére esik önnek tájékoztatni a képviselőtesteteket, ezekről a döntésektől? Hát azért nem akármilyen kártérről van szó az Enerbit esetében. Ön nagyon jól tudja, hogy mi is tudjuk, hogy mi ebbe beleszólni nem tudunk. De hát azért egy általános információt egy ilyen dologgal kapcsolatban szerintem minden képviselő elvárna, mert nem kerül semmibe. Csupán leírni néhány oldalra azt, hogy miről van szó, és akkor mindjárt képbe vagyunk, és nincsenek ilyen. Lehet, hogy hibáztam, de pillanatnyilag, hogy mivel fog bővülni, meg hogyan fog bővülni, nem nagyon tudjuk leírni. Egyelőre arra gondolunk, hogy a jövőben a bővülésre kerülne a sor, elsősorban területet kell biztosítani. Természetesen, ha arra kerül majd a sor, hogy egy alternatív, vagy bio, biomasszával, vagy nem tudom, mivel fogunk fűteni, ha fogunk valamikor, akkor biztos lehet arról képviselőről tájékoztatjuk önöket, hogy komoly beruházás készül, és milyen beruházás, és ekológiai, meg bio, meg nem tudom, hogy csinál. Pillanatnyilag arról van szó, hogy a CTZ-nek a totál területe ki van használva, és terület költ az esetleges bővüléshez. Pont. Egyesen. Nekem ezzel semmi gondom és semmi problémám, sőt, ha ez jót hoz a várost, meg az itt élő embereknek, hogy meg kell csinálni. Nekem a problémám azzal van, hogy miért a városnak kell ezt megvenni, miért nem veszi meg a energiát. Tessék igazgató. Jó napot kívánok! Nem a város fogja megvenni, és nem fogja terelni a város költségvetését egy fillérrel se. Ez egy technikai dolog. Nekünk tartozik a VUC, és a VUC-nek ezt tudom, hogy beszámoljuk. De mivel, hogy a polgármester is, hogy mondta, hogy nem ennyi lesz árveréseken keresztül, így a legegyszerűbb a megoldás. És nem beszél arról, hogy beszéltünk a vagyonjogi izével, osztályjal, és azok azt mondták, a város vásárolja, hogy más az elbírálás, minden. Mert most ő nem mondott igazat, hogy félrevezetett, ezt nem tudom. Igazgató, szerinted ebből az anyagból az összes képviselőtársamnak világos, hogy ez majd úgy lesz, ahogy te itt elmondtad, hogy van erre egy finanszírozási koncepció? Mert ebből az anyagból én valamit sejtek, mert a polgármester tanácson jelezte, hogy az Enerbit, vagyis a nyitrai Kft. Vagy AS, nem is tudom, Energo tartozik nektek. Nem, a BUC tartozik, és ott valami jóvá lesz írva. De nem lehet ezt így elejírni. Mindenki tájékozott legyen, hogy miről is szól a dolog. Nem mi készítettük az anyagot a testületről, és nem tudom. Ez még további tárgyalásoknak a témája, hogy most lapocsuk, hogy technikailag hogyan megoldani a presszint pénzét. A lényeg, hogy területet akarunk vásárolni, és a végén hát nem a város bukszáját fogja terelni a kiadást. Az anyagon azt következik, hogy a város. Én tudom, hogy eljött, amire gondol a képviselő, valószínű, hogy ha az Enerbit terjesztette volna elő, akkor lehet, hogy másképp is csináltuk volna ezt az anyagot. De talán tényleg
Bozonadra jóval hagyta ezt a tervünket. A VUC-n még ez nincs jóval hagyva, ugye, mert ez még csak egy terv. A VUC csak egy hinat tölt felénk, hogy ennyire képerék hajlandók nekünk ezt feladni. Nem tudom, mit tudok meg őszóval tenni. Még annyit szeretnék talán ugye a pontosításképpen, hogy ha valaki megnézi a térképen, akkor az összes környező telek az nem megvásárolható ilyen célra. Mert a mellette lévő telek a poliklinika felé az rendezetlen terület, vagy nagyon sok tulajdonosa van, előtte garázsok vannak, mellette a iskola épület, és csak mögötte van ez a terület, ami tulajdonképpen valamikor is számunkra, vagy ennek számára, mind szélesítési terület szóba. Lehet ehhez, hogy mondtam? Három nappal ezelőtt a Megyen Oktatási Bizottsága jóvá hagyott egy telekeladást ott mellettetek, 18,5 árat két tehát őket örökös illetőségű fizikai személynek. Csak ennyi. Hát ez a megyét nem is itt nem kicsit. Arról beszéltél, hogy nem eladók, hogy nem lesznek eladók. Én csak ennyit tudok mondani, amit ők tőlük hallottam. A plénum jóvá fogja venni, nem valószínűséggel. Még van egy. Oké, nyugta, nekem a készület. A testület megszavazta, hogy a Párkányi Gyermekotthon 1300 eurós karácsonyi támogatásban részesüljön, valamint azt is, hogy a Duna töltésén található II. Világháborús emlékmű a Párkányi emlékművek és emlékhelyek listájára kerüljön. A képviselők az ülés végén a Párkányi Gimnázium távlati helyzetével is foglalkoztak, és arra a megállapításra jutottak, hogy bár a megye a tanintézmény fenntartója, mindent meg kell tenni a tanuló létszám további csökkenése ellen, valamint javítani kell az alapiskolák és a gimnázium kapcsolatán is. Felhívjuk tisztelt nézőink figyelmét, hogy a szeptemberi testületi ülés teljes, vágatlan felvételét megtekinthetik a www.parkanytv.sk, illetve a sturovotv.sk, valamint a youtube.com/parkanytv oldalon is.